Amint itt láthatják, Piliszent Iván 300 éves alapításának jubileuma alkalmából készített előadás sorozat egyik részéről van szó. Mert úgy gondoltuk annak idején, amikor szerveztük az ünnepségeket, hogy nem már csak egy napon ünnepeljünk, április 24-én, amikor 1724-ben aláírták a települési szerződést, hanem egy egész jubileumi évet szerettünk volna kialakítani, és ezt úgy tettük meg, hogy havonta egy-egy előadást tart valaki itt a községből, és úgy gondoltuk, hogy nem kell külső előadókat hívni, nagy szaktudású, más idegen embereket, akiknek nem annyira szívügyük a falu élete, hanem közülünk. Találtunk minden témában valakit, aki többet tud, mint a többiek, és ez tulajdonképpen tudás megosztás. Így került arra sor, hogy az idén, áprilisban az előadás sorozatnak a negyedik részét én tartottam. Azt az előadást itt most egy kicsit lerövidítettem az időkorlát miatt. Tehát Piliszent Iván német nyelvjárásáról beszélnék, amire ugye azt mondjuk mindig, hogy svóbis. Egyáltalán nem svóbis, mert a svóbis az a svábot jelenti, és ugye a svábok azok Németországon belül alkotnak egy nemzeti csoportot és egy nyelvet. Most az első kérdés, amit ide betettem, hogy dialektológia családfa kutatók számára. Minek kell ez a családfa kutatók számára? Hát két nagyon érdekes eset volt. Családfa kutatással én részletesen nem foglalkozom, de azért a saját családomat a lányom kutatta, úgyhogy nekünk is van, nem ennyire hosszú, mint az Eriki, de nekünk is van, és a lányom is Riholm, és Erik is Riholm, és most néztem, hogy na hol is van az a közös ős, ahol az én lányaim, az Eriknek a rokonai, meg is találtam. Mit találtam ott fönt 1786-ban? Ott van, oda van írva, hogy Rihálben. Az ki a fene lehetett? Semmi más nem kell tudni, mint svábul tudni. Azért, mert svábul azt mondjuk, hogy hoim. Ide írtam, hogy a hoim teci vej, a hoim teci schnops, fél deciliter, és a hoim, az a halben. Most amikor megkérdezte az az összeíró, vagy aki az anyakönyve, vagy valahova felírta, na vihászten, mi a neved, hogy hívnak ti? Ipinteri hoim. Hát erre azt mondta ez az összeíró ember, hát én okos vagyok, és tudom, hogy a svábok a halben helyett, a halbe, ein halbe deciliter, azt mondják, hogy hoim. Hát akkor ezt az embert biztos úgy hívják, hogy Rihálben. És így leírták, és ott van abban is. És ezen nagyot nevettem én magam is, és azt gondoltam, hogy talán ilyen szempontból is fontos lehet a családfa kutatók számára, hogyha találkoznak egy olyan névvel, ami furcsa, és nem tudják beilleszteni az eddigiek közé, vagy a folytatásba, elkezdenek gondolkodni, hogy vajon ezt hogy írhatták le. Tehát elkezd gondolkozni annak a szemével, vagy fülével, aki ott ült, és annak idején csak úgy hallomásból leírta a neveket, vajon hogy hallhatta, miért hallotta úgy, és hogyan, miért írta le úgy. Tehát ez volt az egyik példa, ami arra rávitt, hogy valóban érdekes lehet a családfa kutatóknak is egy kis dialektológia. Másik pedig a marlók, az én marlók őseim, és ott többféle írásmódot is látunk. Látjuk azt, hogy malog g-vel van leírva. Hát ott nagyon jól tudta az a leíró, hogy hát a szó végén ezek a zöngést mindig zöngétlenítik, és G helyett K-t írnak. Aztán más meg már úgy is hallotta, hogy H. Tehát ezek mind hátul a torokban képzett hangok, és akkor egyszer így írták, egyszer úgy, ki hogyan gondolta. Tehát érdemes megnézni, hogy mit, miért, és hogyan
hogyan írták. Most a következő lépés pedig az lenne, hogy köszöntöm Önöket három nyelve. Eldöttem a poént. Guten Tag, es ist schön, dass heute so viele Leute gekommen sind, um sich meinen Vortrag über den Sankt Ivan der deutschen Dialekt anzuhören. Guten Tag, Vinci, es ist stark schein, das heißt so viele Leute herkommen sind und ein bisschen von unserem Sankt Ivaner Spruch hören wollen. És jó napot kívánok, örülök, hogy ma ilyen szép számmal eljöttek, hogy meghallgassák a Pilis-Szent Iváni német nyelvjárásról szóló előadást. És akkor itt tettem fel a kérdést, hány nyelv? Egy, két vagy három nyelven köszöntöttem-e Önöket? Kettő? Hát igen, az lesz, hogy megnézzük a következőkben, mi az, amit önálló nyelvnek tekintünk, és mi az, amit dialektusnak tekintünk. Itt van ez a többféle dolog, hogy köznyelv, irodalmi nyelv, dialektus vagy nyelvjárás. Most a dialektus és nyelvjárás, oda tennék egyenlőségjelet, az egyszerűen csak a latin elnevezése. Mindegyik fajtájának a feladata az, hogy kommunikáljon, hogy beszélni tudjanak az emberek egymással, meg tudják értetni magukat egymással. Én nagyon fontosnak tartom ezt a meghatározást, amit itt Weinreich professzor úrtól hoztam, aki azt mondta, hogy a nyelv olyan dialektus, amely mögött hadsereg és flotta áll. Tehát egy olyan nyelv, amelyhez államiság is kötődik. Mert hiába mondom azt, hogy itt dialektus fából beszélek, nincs nekünk államunk ehhez, nincs ehhez se hadsereg, se flotta. És akkor megyünk egy szinten lejjebb a dialektus vagy nyelvjáráshoz, az egy olyan változat, amely egy nagy nyelv területen belül, csak egy kisebb területen használatos. Tehát én ezzel akkor az előző kérdésre azt a választ adnám, hogy két nyelven köszöntöttem Önöket, magyarul, németül, és a sváb, amit itt Szent Ivánon használunk, az annak egy dialektusa. Még egy másik fogalmat is szeretnék tisztázni, mégpedig a nyelvszigetet. Mert hiszen itt a dialektusok általában úgy vannak, hogy egy nagy, mondjuk a német nyelvterületen, egy nagy területen kisebb csoportok vannak, kik így beszélnek, kik úgy, de az alapnyelv a német. Most akkor hozzávesszük az itteni dolgokat, amit mindenki megél a Szent Iváni németek körében, ugye, hogy igen, beszélünk itt is egy dialektust ott is, egy dialektust amott is, és akkor hol van a nyelv, amely tetőként beborítja ezt az összes dialektust. Itt van a nyelv, a magyar nyelv. Akkor most minek nevezzem ezt a részt, ahol mi németül beszélünk. És erre van az a fogalom, hogy nyelvsziget. Egy német nyelvű sziget magyar nyelvű közös, magyar nyelvű környezetben. És mi itt ebben élünk mindnyájan. Viszont a fejlődés hogy alakul itt Magyarországon, ezen a nyelvszigeten. Nyelvsziget, és nézzük meg, hogy lehet ebből népcsoportsziget. Mi a legjobb úton vagyunk afelé, mert nem tudom, hogy itt közülünk hányan tudnánk. Én se tudok már olyan jól és folyamatosan svábul kommunikálni egymás között, főleg családfakutatási témában. Valószínűleg megállnánk. Tehát ezzel azt akarom mutatni, hogy a nyelv, mint összekötő kapocs eltűnik, viszont itt marad a tudat. Egy kulturális, egy
népcsoport lesz a nyelv szigetből. És ezért én azt mondom, hogy a nyelv itt is nagyon visszaszorulóban van, enyhe kifejezéssel élve, de a kulturális öntudat még mindig megvan, és azt ápoljuk addig, ameddig még tudjuk. A dialektussal kapcsolatban még azt mondanám el, hogy hogyan tudnak ezek egymástól különbözni. Tehát, hogy alapban ugyanaz a nyelv, fel tudjuk ismerni, de mégis különböznek egymástól. Legfontosabb a különbség általában a kiejtésben, a fonetikában. Pilisvörösváron már azt mondják, hogy olvásl, és akkor mi azt mondjuk, hogy olvásl a fülre. És ilyen hasonló dolgok, tehát majdnem ugyanaz a szó, picit másképp ejtem. Ezen kívül vannak még a szókészletben, tehát hogy egy-egy szót, egy-egy dolgot Vörösváron vagy egy másik dialektusban másképp neveznek másik szóval, mint mi. És a legkisebb különbség általában a mondattanban, hogy alany állítmány egymás után így és így következik, és a szövegszerkesztésben van. Tehát igazából ez a két utolsó tulajdonság az, amely a dialektusokat összetartja egy nyelvként. Most még egyszer a dialektus és a köznyelvről, még a különbözőségeket, hogy mi az, ami először alakult ki. A dialektus alakult ki először, mert hiszen az emberek egymással kommunikáltak különbözőképpen, a köznyelvet pedig általában később, amikor már a különböző csoportok között a közlekedés megoldottá vált. És nagyon-nagyon jó példa már a következőre, hogy a dialektus spontán alakul ki. Hát én így hallom tőle, te is így mondod, a szomszéd is így mondja. Ugyanakkor a köznyelvet már többnyire tudatosan alakítják, hát nem mondjuk a kazinci nyelvművelőket például, illetve a Hochdeutschot, amikor a Grimm testvérek és egyébként is a Hochdeutschnak a hogy mit fogadnak el normaként, azt is tudatosan alakították. A dialektusok mindig kisebb területen terjedtek el, a köznyelv egy nyelv az nagyobb területen. A használata a dialektus a családi körben, barátok között, míg az iskolában, hivatalos helyeken, a tudományban, ott a köznyelvet használják, nyilván azt, amelyik elő van írva annak az országnak állami nyelvként. A dialektus általában alsóbb rétegekben, falun, tehát egyszerűbb emberek körében van elterjedve, és ott használják, mert hiszen nem olyan nagy a mozgástér, többet vannak otthon egy helyben. Felsőbb iskolázottabb rétegekben a köznyelvet használják. És a szerepe, mindegyik nyelv összetartó szerepet tölt be, hiszen mondtam a kommunikációt is. A dialektus a helyi identitást erősíti. Így tudtuk mi megtartani magunk között, hogy mi szentivániak vagyunk, és nem olyan csúnyán beszélünk, mint a vörösváriak. De tényleg néha az ember fülének olyan fura. Tehát egy kisebb helyi identitást és közösséget tart meg, ugyanakkor egy nemzeti összetartozást ad a köznyelv. Ami most itt van, azt hivatalosan egy Ost-Donau-Bayerische UA-Mundartnak nevezik, később még elmondom, miért. Egyszerűen azért, mert azok az emberek, mikor ide érkeztek, nem voltak annyira számosan, útközben nagyon sok hatásnak voltak kitéve. Másképp beszéltek azok, akik Stuttgartból szálltak föl az Ulmerschachtelre, másképpen beszéltek azok, akiknél Bécsben mondjuk kiszálltunk,
tehát keveredés. Egy kevert nyelv alakult ki belőle, és ezért van az, hogy most is a Szent Ivániaknak egy ilyen igazából bajor nyelvjárásuk van, azt beszélik, és bárki elmegy Bécsbe, Bajorországba, még Münchenbe is, nagyon jól meg tudja értetni magát, míg ott Németországban, Közép-Németországban már egy kicsit problematikusabb lenne. Itt ejtek néhány szót arról, hogy hogy is készítették ezt a nyelvjárási atlaszt. Deutsche Sprachatlas az a neve. Nyelvjárás földrajz, tehát melyik területen milyen dialektust beszélnek. 1876-ban arra datálódik ennek a nyelvatlasznak az elkészítése. Georg Wenker találta ezt ki, hogy na ezt hogyan lehetne megcsinálni. Ma ez a szervezet Marburgban székel, a honlapjukon is még sok mindent meg lehet találni. Akkoriban kézzel dolgoztak, kérdőíveket készítettek, 52.800, legalábbis az interneten ez van, lehet, hogy azóta több is, vagy elveszett, nem tudom, de hatalmas szám. És ez alapján 129 térképet adtak ki, 1956-ig, van még sok feldolgozatlan is. Azt találta ki, hogy 40 mondatot, 40 Hochdeutschba fogalmazott mondatot küldött ki a kérdező biztosaival az emberekhez, hogy na, ott, abban a dialektusban ezt hogy mondják. Abszolút hétköznapi, egyszerű mondatok, viszont ott a, hát főleg a szókincset találta meg, ugye, hogy ott melyik szóra mit használnak, illetve a nyelvtani különbségeket is meg tudta állapítani. Ilyen mondatokat, hogy mit tudom, hogy es ist vor vier oder sechs Wochen, er ist vor vier oder sechs Wochen gestorben. Abszolút egyszerű. Nagyon tetszett nekem ez a példamondat, azért hoztam még ide, hogy ich schlag dich gleich mit dem Kochlöffel die Ohren, du Affe. Tehát ich schlag dich gleich mit dem Kochlöffel die Ohren, Ohrwaschel, ezt nem tudnám már betenni itt Schwabban, du off. És akkor már is megvannak a kiejtési különbségek, és esetleg a szóhasználati különbségek is. A nyelvjárási atlasznál itt csak egy dolgot, egy térképet tartottam itt meg. Említettem, hogy kelet-dunai bajor, ua nyelvjárás, ugyan a kelet-dunai bajornak van új nyelvjárása is. Az elsődleges ismérve az, hogy ami az ó felnémetben, ó bajorban ú volt, abból nálunk ua lett, illetve másban új. Tehát nálunk azt mondják, hogy muade, pruade, ugyanakkor az új is mondártokban muide, meg pluid, a pluad, a blut helyett. Erős, nagyon-nagyon erős a diftongizálás. A diftongus az két magánhangzó egymás mellett. Erről még fogok beszélni később is. A települési nyelvjárásuk, a mai formájukat az Újhazában alakították ki, mint mondtam, a különböző hatásoknak az együtt hatására. És ezek a nyelvjárások keveredtek és kiegyenlítődtek. Az izoglosszákat csak azért írtam föl, mert izoglosszáknak hívjuk ezeket a határvonalakat, amelyek a dialektusok területeit egymástól elválasztják. Példának, tehát itt a prude, a bruder, ua, és ua, fönt van, ahol out mondanak Észak-Németországban, de mi nem oda tartozunk. Viszont példának ezt az egyet hoztam, hogy titeket, meg magukat, azt hogy mondja a német. Azt mondja, hogy euch. Megnézhetjük itt a közép-német részen Frankfurt, euch, euch. Ugyanakkor Szent Ivánon a régiek még mindig azt mondták, meg most is, hogy eng. Ich hab ein Xing. Nem? Na most az honnan jött?
az ebből a bajorból jött. A bajor részen lent azt mondták, hogy eng. És ez tényleg egy nagyon gyakran előforduló szó, érdemes ezt így megnézni. Tehát már itt is beszéltünk a saját nyelvjárásunk sajátosságairól Szent Ivánon. Itt most egy picit részletesebben bemutatnám a magánhangzók, amit az előbb említettem, hogy diftongusok. Diftongus, két magánhangzó egymás mellett, például, hogy mit tudom, hogy Schweizte. Most nem azt mondom, hogy éjj, nem külön ejtem, hanem teljesen egybeolvadnak. Muade, ua. Nem azt mondom, hogy muade, hanem muade. Ezeket hívjuk diftongusoknak, amelyek egybeolvadnak. Mit ófenre azt mondom, hogy ófe. Ugyanígy magánhangzó a szó végé, hát az a következő problematika, hogy most mit hallok a szó végén, hogy mulda, ófe. Mert hogy németben mutter, tehát mutter, és ófen, egy olyan ének hallom, ugyanakkor itt, ha a helyi nyelvjárás figyelem, akkor mulda. Most az á vagy e, e-t írnék, de ának hallgatom. Ez nagyon problematikus. Ugyanígy lehet a neveknek a végén, hogyha valaki valamit kutat, és ilyesmire bukkan. Nem szeretném az összeset felsorolni, ez csak egy kiragadott példa a sok-sok közül. A mással hangzóknál, például az R-ből nem mondunk se, azt az igazi német R-t se, nem a pergetős, a magyarból átvettet, hanem a burr se, puas. Lett belőle szintén egy magánhangzó. A mással hangzóknál érdekes dolog még a hehezet, hogy kommen, kume. A K az meghehéződik, például a kirchében is, de figyelem, hogyha van a geis, a kecske, ott is K, tehát a GK az öngétlenedés, arról már az előbb is beszéltem, de abból soha nem lesz hehezetes, abból csak káz lesz, K. Tehát amikor a szó elején K-t mondok, az G-ből jött. És nem káz, mert ha káz, lehet, hogy azért nevettetek, a káz az már sajtot jelent, mert az a németből jött. Ott ká, és abból itt teheződik. Tehát nagyon érdekes dolgokra kell figyelni. Az R az volt, counts, jó. A szó végén pedig ez az ZN, tehát sing, szintén, amit nagyon nehéz leírni, onnan hátulról jön, nem bontom ki az N hangot, nem záródik ki, hanem sing, és megmarad zárva. Tehát mással hangzók, magánhangzókra egy néhány példa. Hangtani érdekességek az, hogy a V-ből M nem vír, hanem mir. És a L-ben helyett lém, M. És egy nagyon-nagyon érdekes, ez a két magánhangzó közötti összekötő hangként használják az R-t. A németben azt mondanám, hogy das tue ich, e-i, és te tue-ri, ott csak oda beteszi. Kötőhangként valószínű, hogy könnyebben lehessen érteni. Megyünk tovább, ezek voltak a hangtaniak, morfológia, vagyis alaktan, vagyis ragozás, amit így a nyelvtanulásban ezzel szoktuk szegény hallgatókat egzecíroztatni a névelővel. Nagyon érdekes, hogy a névelő nincs mindig kőbe vésve. A mutter, Vater, der Vater, die Mutter, das Kind und so weiter, azok mind kőbe vannak vésve, mert hiszen az eredeti, az élőlénynek a nemét fejezi ki. Élettelen dolgoknál már más. Például a tojás sárgája, a dotter, tote, az
szótárakban mind a hármat megtaláljuk. Valahol die Dotter, valahol der Dotter, és valahol pedig das Dotter. A Butternél die Butter, der Butter. És akkor megkérdezik, hogy hát tanárnő, melyik a helyes? Ha ma attól függ, hogy honnan jött, ott az a helyes. Kész. Aztán nagyon érdekes a többes számban, a, például doktoren, ez az ENE, ezzel nem találkoztam semmelyik, tehát a hóhadajcsban semmiképpen nincs, dialektusban talán nagyon kevés helyen van, hogy taktene, meg svógene, nem tudom, hogy honnan jött. Tehát egy nagyon érdekes többes szám. És a többes szám részes eset mindig azt tanítottuk, hogy mit den Kindern. Hivatalos, így kell mondani. Mit die Kinder? Hajaj. Tehát akkor egyszerűen ott csak a alanyesetet vesz a nyelvjárás, a dialektus. És ami a németben nekünk az a nehéz, erős ragozás, amit úgy tanítunk mindig, hogy sein, war, ist, gewesen, tehát megváltozik a két múltidőben a szó közepén a magánhangzó, az a nehéz, az az erős, egyébként az a régebbi, és nem véletlenül nevezik erős ragozásnak, mert hogy az a középfelnémetben is úgy volt, és volt ugye egy olyan történelem felfogás, hogy minden, ami jó és erős, az a régi. Vagy minden, ami régi, az jó és erős. Amit ma csinálunk, hát az unalmas. És akkor jönnek az ilyenek, hogy machen, machte, hat gemacht, tehát ezek a gyenge, ragozású szavak. Ugyanakkor itt a Szent Iváni svábok nagyon sok hivatalos, erős ragozásút gyengén ragoznak. Például a denken, denken, ich habe denkt, gedenkt, a gedacht helyett. És akkor ich habe kvi, ja nem jó, mert az a kvuszt, az rendben van. Gedacht, igen, ez a pro, meg anfangen, angfangt. És ez egyszerű, és így mondják, angefangen helyett. Egy bajor sajátosság, a hinein, hinauf, herauf, ezek az irányt jelző kis partikulák mindig a köznyelvben, tehát a hivatalos nyelvben elől vannak, a bajorban hátul. Tehát azt mondom, hogy einiki, ein hin, ausi, aus hin, a hinaus helyett. Ezen kívül vannak a mondattani sajátosságok, az összetett múlt kizárólagos használata, tehát a nyelvjárásban itt nálunk, sosem mondjuk azt, hogy ich las etwas über die Geschichte. Tehát lesen las, az egyszerű múlt. Ich habe gelesen, ich habe gelesen. Tehát ez is egy bajor sajátosság. Minél följebb megyünk északra, annál gyakrabban használják az egyszerű múltat. Itt nálunk a bonyolultabbat, nem tudom, lehet, hogy az is azért, mert régebbi és erősebb, és azért használjuk. Tehát az összetett múlt a perfektnek a kizárólagos használata. Ezen kívül a tunt használjuk segéd igeként. Itu a slófe, akkor itu a hajd spód, mit tudom én, vosztori moche spód. Kohe, teljesen mindegy. Tehát a tund használja segédigeként. Ez is egy nagyon érdekes dolog. A mellékmondatban pedig nem azt mondják, ugye tanítjuk, hogy die Kinder, die fleißig sind, die bekommen eine fünf. Nem, azt mondja, hogy die Kinder, they wo, diese welche. Tehát ez egy mondattani különbség, és ez sokkal bonyolultabb, mint amit a Hochdeutschban használunk. Jó, az már nem olyan nagyon fontos. A lexika, a szókincs, sok osztrák szó van itt. Tehát amit mi itt ismerünk, hogy paradise, ugye, hát azt az osztrákok is paradise-nek használják, és nem tomáten. Meg várjál, a gurken is, az umuiga, az rendben van, és a grundbirne, krumbien,
Hát a krumbien, osztrákok tudják, mi az a Grundbirne, de ott fönt Németországban nem fogják tudni. Ott Erdäpfel, ott földi alma. Hát nálunk meg földi körte. Tehát nagyon sok ilyen különleges szó, érdemes összegyűjteni őket. Ezzel én elmondtam a szentiváni nyelvjárásról a legfőbb jellemzőket, amit úgy érdekesnek tartottam. Most kitérnék még egy, egy felmérésnek az eredmény, 994-ben, itt kimaradt a 9-es, bocsánatot kérek, tegnap írtam ezt a, ide a táblázatot, tegnap raktam, tehát 1994-ben, mert a doktori disszertációmat arról írtam, hogy Pilis-Szent Ivánon a nyelvjárást még hogyan használják. 94-ben, hány éve volt akkor? 14, az most már 30 éve volt, igen, hogy azóta hatalmas változások voltak. Iskolások segítségével ilyen kérdőívet készítettem, és iskolások segítségével, 7.-8-osokkal kitöltettem, tehát ők elmentek a házakba, házaltak, akkor még ilyet meg lehetett csinálni, szerintem ez ma már elképzelhetetlen. Összesen 2292 kérdőívet tudtunk, az akkor 3200-3300-as faluból kitöltetni, most már 1000-rel többen vagyunk, és nem a svábság javára, bocsánat, hogy nem a születésszám növekedett annyira meg, hanem költöznek mi hozzánk. És ebből, tehát csak körülbelül az egy harmaduk mondta meg 94-ben, hogy ő igenis tud svábul, és el tudja mondani. Viszont nézzük meg ennek az összetételét akkoriban. A két legfontosabb, a legidősebbek 82 év fölött, hát az 20 fő, ott a természet adja azt, hogy ott már nagyon kevesen vannak, 2,85%, és érdemes megnézni, hogyha így meggondolom, például az én lányaim is itt születtek a legalsó korcsoportban, és abból csak 1,28% tud svábul. Most, ha ezt így fölfelé pörgetem az évek során, 30 évvel följebb viszem, az a szám az csökken. Egyre kevesebben vannak. Azt tudjuk mondani, hogy a dialektus drasztikusan visszahúzódik. És miért? A nyelv története beszélőinek a sorsát követi. Hutterer Miklós volt nekünk a nagy nyelvtanár és a nyelvkutató, amikor egyetemre jártam, ő volt akkoriban a szakmai isten, bocsánat. És ő mondta, és nagyon igaza van, mert hogy a beszélőinek a sorsát, és egyetlen egy momentumot tudok idehozni, ugye a 45-ös kollektív bűnösség elve, először is kitelepítünk, akkor itt ne próbáljunk már svábul beszélni, mert az biztos csak rosszat hozhat nekünk, és a másik pedig, hogy még a kocsmába is kiírták azt, hogy Magyarországon vagy magyarul beszélj. Ez egy nagyon fontos momentum, és én is itt az 50-es évek közepén, ugye amikor születtem, a szüleim egymás között még svábul beszéltek, de hozzánk már magyarul beszéltek. És azért, amit tudok, az valahogy így jött be, nem az által, hogy aktívan beszéltem volna. Ezt a jelenséget nevezzük nyelvváltásnak, hogy átvált egy nemzedék, általában ez három nemzedék alatt szokott megtörténni, átvált az egyik nyelvből a másikra az asszimiláció következtében. Na most milyen dolgok állnak ennek a hátterében? Történelmi események, a mobilitás, a városiasodás, hát egyre többet megyek be Budapestre, az országban is többet járok, és ezért más nyelvet is tudok használni. És értékítélet, presztízs, hát aki magyarul beszél, az igen, az úriasabb.
mert hogy a sváb az a paraszti nyelv, így mondták. Még egy nagyon fontos dolgot tudok mondani, a gyorsaság és a, és a gazdaságosság. Nekem most is gyakran előfordul az, hogy valamire akarok mondani egy szót, és valahogy gyorsabban jön a német. És a másikra meg gyorsabban jön a magyar. Nem tudom, ez egyéntől függ, hogy mikor, kiben, melyik szó telepedett meg először, és melyik maradt ott erősebben. Tehát ez egyszerűen gazdaságosság, hogy beszélni akarok, és ami az előbb jön, azt meg tudom mondani. Persze ez is csak azoknál működik, akik tudják, aki mind a kettőnek a birtokában van, ugye? Jó, akkor ez volt a nyelvváltás. Ugyanakkor van egy úgynevezett kódváltás. Hát a német nyelven belül, ugye mondtuk, van a köznyelv és van a dialektus, meg a magyar is, tehát az az ember, aki tud három ilyen kódot, amellyel tud érintkezni más emberekkel, és ott ülök vele szemben, tudom, hogy ő is érti mind a három kódot. Hát akkor én például beleteszek olyanokat, interjúkból, sok interjút készítettem, ezeket onnan vágtam ki, azt mondja, hogy te is szánti kláni puhamilyen a divat kvészt, hogy ez a kisfiúknak volt a divatja. Hát most a divat, móde, 1700-as években, mikor ide jöttek, hát ilyesmiről nem beszéltek, ugye? Itt is látjuk azt, hogy melyek azok a szavak, amelyek hiányoznak a dialektusból. Mit tudom én? Akkor a nagypapám mesélte, pentók szánc óvikanga, azok a izék voltak, amikor 44 decemberében ide bejöttek az oroszok, hogy pentók szánc óvikanga, neid, efti rádióállomás, pentstokke jósi, efti rádióállomás szánc kuma. Hát jól van, persze. Aztán még itt egy utolsó, a másik nagypapám azt mondja, in the nájhi demokrácia, hamamit kuny miazn hátszn. In the nájhi demokrácia. Ki ez? Nagyon jó. Tehát ez a kódváltás, hogy valaki mindenféle kódot tudna használni a kommunikációban a másik emberrel szemben, de valamelyik hiányos, és abban a kódban nincs meg egy szó, hát akkor átváltok egy másikra. Nagyon fontos tényező még az írásbeliség hiánya a dialektusoknál. Hát hogyan tudjuk ezt áthidalni? Átírás a Nemzetközi Fonetikai ABC segítségével, aki ezt nem tanulta, tehát a bal oldalt tulajdonképpen ugyanaz a szöveg van, mint jobb oldalt. Gegessen haben wir meistens nur, wenn wir Rauge gefeiert haben. Gegessen haben wir meistens nur, wenn wir Rauch gefeiert haben. A bányában, amikor robbantás volt, akkor utána füst keletkezett. Akkor nem lehetett tovább dolgozni, és az a der Rauch, Rauge, Rauge feiern, és innen jön a Feierabend is, ugye, hogy befejezzük a mondatot. Tehát ez a nagypapával készített interjú, és nézzük meg, hogy hogy van ez leírva. Kézen. Tehát csupa kisbetűt használunk, latin ABC. Az EI, a diftongus, amiről az előbb beszéltem, az EI, tehát ott a második hangzót kicsit följebb írjuk. Már csak ennyi. Vannak aztán új jelek, például kfájat, eje, azaz nem E, nem E, hanem alul adunk neki egy kis jelet. Aztán fejet, az egy fejreállított A betű, mert az tulajdonképpen csak egy nyögés. Tehát azt akartam ezzel bemutatni, hogy külön írásbelisége nincs. Iskolában nem tudom megtanítani svábul. Svábul vagy valaki hallja, vagy valaki otthon a családban megtanulja, vagy kampec, nem mehet. Ez az egyik módja annak, hogy rögzítsük. Hát nyilván a hangfelvételen kívül. A következő pedig, hát mégiscsak az volt, hogy Szent Iváni újságban, hát írjatok már valamit svábul is. Na jó van, megpróbáltam összeszedni magamat,
91-ben, amikor a karácsonyi számba a nagypapát meséltettem, hogy mi volt 44-ben. Ő mesélte, és akkor úgy hasra ütéssel próbáltam. Most azon gondolkoztam, most magyar legyen az alap nyelv, amivel leírom, vagy német legyen. Hát mondom, akkor legyen német. Tehát akkor nagybetűvel írtam a főneveket, és akkor leírom úgy, ahogy hallottam, Mia. És akkor már is leírtam A-nak, Mia. De van, aki úgy hallja, hogy Mia. Hát nem tudom. Tehát ez egy ilyen nagyon képlékeny dolog, hogy nincs erre szabály. Nincs erre szabály, hogy a dialektust hogy írjuk le. Én aztán megpróbáltam leírni, na mit kaptam erre sváboktól? Mit írtál te? Hát ezt nem lehet elolvasni, hát ez nem németül van. Hát mondom, nem németül, hanem próbálj úgy gondolkozni, mintha otthon beszélnél, és próbáld úgy elolvasni. Nem volt könnyű. És akkor az írásbeliségnek a harmadik formája, és ezzel fogom befejezni, mert úgy gondoltam, hogy egy kis zenével sokkal kellemesebb lesz. Egy kis szöveg, hogy valaki, gyűjtöttem Szent Iváni népdalokat, svábdalokat, hát írja már le nekem Mári néni, hogy az hogyan, az milyen szöveg, és akkor leírja, hogy nach meiner Heimat, Heimat, H kisbetű, A betűre ráteszek egy veszőt, ő az iskolában magyarul tanult. Tehát akkor Heimat, zieht mich wieder, leírja C betűvel, a cít, hogy oda vonzódom, oda húz engem a szívem vissza, ugye? És Ferne, E-A-E, tehát ő azt az írást próbálja meg használni, amit az iskolában tanult a sváb leírására. És ezzel a dallal szeretném zárni a magyarázatokat itt a dialektussal kapcsolatban. Nem pontosan ugyanígy lesz. Mi egyébként felénekeltük ezeket a dalokat, amiket összegyűjtöttem, és egy CD-n megvannak, de ezt mi még kiegészítettük, tehát ha jól emlékszem, az első szakasz ugyanaz, meg az utolsó szakasz lesz ugyanaz, de hallják, aki tudja. Beindítom, és ezzel a dallal búcsúzom, és köszönöm a figyelmet.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert elmondhatom, hogy hogy kezdődött. És szerintem itt nagyon sokan belenéztek már abba a kútba, amiben én is, de én még a testvéreimmel, amikor a falu végén mentünk, az az élmény maradt meg, hogy egyik falusi kútba szeretünk belenézni, köveket beledobálni, és ugye akkor gyűrűzik, meg érdekes hangja van annak a kőnek, annak a víznek, de mikor elcsitul, akkor két dolgot vettünk észre. Az egyik az saját magunk voltunk, a saját arcunk, és az ég. És ez a két dolog az, ami azt gondolom, hogy megjelent 2007-ben az én fejemben is, amikor egyszer csak kíváncsi voltam, hogy régen mi volt az én múltam, hogy indult, kik voltak, akik elkezdték itt Szent Ivánon, és hát elkezdtem kutatni a nevünket. De ez úgy történt, hogy Fehérvárra le kellett menni Mózesi Gergő úrhoz, hogy a Szent Iváni templommal kapcsolatos információkat gyűjtsem, mert hogy Vörösváron azt írta a Historia Domus, illetve a Kanonika Vizitáció, hogy Marlok Márton volt, aki a keresztelők utat adta, és Fehérváron meg az volt, hogy Marlok András. Mondom, ezek a szüleim, az őseim, kik ezek? Most már tudom, hogy hát szegről végről rokonok, mert minden Marlok abból az egy családból származik, de az egyik az apa, a másik a fia volt, és más-mást írt le az egyik, illetve a másik helyen az író. Hát és akkor elindult a lavina, mert hogy úgy gondoltam, hogy meg kell csinálni a családfát, de úgy gondoltam, hogy családfát bárki meg tud csinálni, én ennél többet szeretnék. Tehát nem csak egy csontvázat, hanem szeretném azt felépíteni hússal, belsőségekkel, mi egymással. És éppen ezért felépítettem egy rendszert, ami arról szól, hogy hát hogyan is, honnan jött ez a család. Ugye az első a Marlok családok könyve volt, de ahogy mondtam, sokkal több követte, és pillanatnyilag 13-nál tartok, abból 10, ami publikus, a többi az csak a családok kérésére nekik készült el. De hát, hogy ez szerves egész legyen, és valamiképpen izgalmassá is váljon, én a betelepülés, tehát a név első megjelenésétől a ma élőkig kutattam le, és úgy voltam, bárcsak valaki ezt megcsinálta volna 100 évvel ezelőtt, mennyi mindent tudhatnánk arról, hogy mi történt 1700 és 800-as években. Ha megnézzük, akkor fönt mindig azzal a településnével kezdődött az egyes családoknak a bemutatása, ahonnan jöttek, vagy ahol az életüket leélték. Közvetlenül alatta van egy számsor. Hát ez a számsor is azt mutatja be, hogy hanyadik generáció, ugye minden generáció kap egy számot, és abban az bizonyos generációkban a hanyadik gyerekként született az illető. Tehát itt láthatjuk, hogy ez a család az első bejött családnak a hetedik gyerekének, a hatodik, az első és első gyereke, akiről itt szó van. Így föl lehet fűzni egy egész szép láncra. És közvetlenül utána szerepel annak a család főnek a neve, akiről ez az oldal szól. Itt mindössze, én csak az évszámokat írtam be, lehet, hogy a személyiségi jogoktól féltem, hogy a 930-as évek után már hát hogyan és mit írhatok le, de a születését, a házasságkötését és a halálának az évét mindenütt megjelöltem, és az egyes családokat mindig a házasságkötés évével kezdtem. Tehát a sorrend mindig, ahogy házasságot kötöttek, mert családkönyv, és egy család akkor jön létre, amikor házasságot kötnek. Alatta a szülőknek a neve van, jelen esetben Suk Márton és Suk Rozália, és egy sor, a sor végén egy oldalszám, ahol ha valaki kíváncsi, hogy az ő szülei hol vannak, akkor a 75. oldalra vissza kell menni, ott megint csak visszább lehet menni, tehát meg lehet keresni az egész felmenő ágat, hogy kinek a kie az illető. Ugyanez szerepel a feleségnél is, hogy Preisz Mária született, látjuk, hogy nagyon szépen 2 évvel, 3 évvel később, a házasságkötés, illetve a halálának az ideje ugyanúgy a szüleivel együtt.
És akkor ezután jönnek a gyerekek. Hogy hogy hívták őket? Vastag betűvel, fekete betűvel a halottak, az elhunyt gyerekeknek a nevét. Akkor is, ha csak egy órát élt az illető, és az anyakönyv jegyezte, akkor is úgy gondolom, hogy szerepelniük kell, mert mi is egyszer meghalunk, és odát majd találkozunk velük. Ne legyen idegen, hogyha látunk egy ilyen időpontot. Dölt betűvel szedtem azokat a férfiakat, akikről tudom, hogy házasságot kötöttek, tehát ők a könyvben szintén szerepelnek, náluk előttük van egy szám, és ez a szám azt jelenti, hogy őket hol találom meg. Tehát itt előre is, meg hátrafelé is könnyű keresni a könyvben, mert meg lehet találni, hogy melyik oldalon folytatódik az család történet. Látjuk, hogy ennek a családnak 2, 4, 6, 7 gyereke született, ebből mindössze 3 maradt életben, 2 fiú, 1 lány, és hát ezután jött az érdekes, mert ezeket anyakönyvekben meg lehet találni. Na de hogy fogom a csontvázra föltenni az izmokat, az ereket, az idegeket? Hát úgy, hogy el kell menni a még élő, és lehet, hogy ennek már, itt már csak a nagyszülők, vagy az unokákat találtam meg, de ők elkezdtek mesélni arról, hogy hogyan éltek, dolgozott-e, tanult-e, mit tanult, mi volt a kedvenc időtöltése, hol voltak földjei, voltak-e állatai, volt-e valami sajátos szavajárása, valami vicces történet az életéről. Na hát ezeket hangrögzítővel fölvettem, ezeket legépeltem. Utána visszamentem hozzájuk, hogy ellenőrizzék, javítsák ki, megtörtént. Akkor újra elkészítettem, megint elvittem. Ez van, amikor 5-ször is előfordult, mire az illető rájött arra, hogy hát na, ez már a végleges, és volt, aki azt mondta, hogy inkább semmit. Tehát ilyenbe is belefutottam. Nagyon sok munka volt, nagyon sok felé kellett menni, de végül összeállt egy kép a férjről, meg a feleségről is egy normális történet marad meg. A lány gyerekekről, azokról csak néhány szót írtam, hiszen itt mondjuk Anna a Bráder Ferenchez ment hozzá. Ha lenne egy Bráder könyv, akkor ott már az Annáról bővebben lehetne írni, de egyébként hát végtelen hosszú könyveket lehetne így írni, ha mindenkit bővebben említenék meg. A fotókat, amiket igyekeztem minden családról, amennyire csak lehet visszamenve gyűjteni, szintén ezekre az oldalakra tettem föl, tehát ahol a családot bemutatom, ott szerepel róluk egy-egy fotó is. Az izgalmasak mindig azok, amik a nagyon régiek. És tényleg érdekes, hogy bizonyos családoknak a gyereke, a ma megszületett, egészen más marlokágon megjelenő gyereknek szinte egymás mellé tehető ugyanaz. Tehát, hogy a genetika hogyan jelenik meg, hát itt a fotókon keresztül is lehet nyomon követni. Nagyon sokszor találkozunk olyannal, hogy névváltoztatás. Ugye főleg a 20-as, 30-as években látjuk azt, hogy hát a sukból Selmeci, vagy más neveket keresnek. Hát ezeket 2 generáción keresztül még követtem, de utána abba hagytam, hogy ez most már legyen a Selmeci családkönyvnek a része, de addig, amíg nem, addig hadd szerepeljen ott. De ugyanilyen vicc, amikor Pomázon megjelenik a Sekk nevű család Szentendréről, és Vörösváron már a plébános félrehallja, vagy rosszul mondták, és Suk lett. És mikor megjelent a könyv, akkor jöttek hozzám, hogy hát ők Sukkok, hát mondom, nem, ők Sekk. S betűvel, nem SCH-val, és hát váltig állítják, hogy már pedig az, ők is Sukkok. Hát én akkor most újra kellene kezdeni, beiktatni, betenni valahova, majd róluk jelenik meg egy külön füzet, amiben szerepelhetnek. Mindenhol igyekeztem elsődleges forrást használni. Tehát elmenni arra a plébániára, ahol az az anyakönyv szerepel, és ha plébános beengedett, mert tényleg valóban nagyon személyfüggő, és az alapján indult el az egész kutatás. Amikor már az internetre felkerült az anyakönyvek nagy része, akkor onnan ez megkönnyítette a dolgomat. De a szövegezésben igyekeztem azt is betenni, hogy hol laktak. Ez anyakönyveknél egy idő után, 1852 után már írták, hogy hol, legalábbis itt Szent Ivánon, hogy hol volt a házuk, és igyekeztem beazonosítani, hogy most ki lakik ott.
háromszor volt házszámváltoztatás Szent Ivánon, hát nyomon követni, hogy melyik mikortól érvényes, és akkor még kilakott ott, ez is izgalmas dolog, de jó úgy végigmenni a falun, hogy tudom, hogy na, 200 évvel ezelőtt itt ez az illető lakott, ez ott lakott. Na, ez még mindig ott lakik, ez a család még most is bírja azt a területet. Így van. Hát most itt tartunk, hogy lehet, hogy nem lesz vége a családok sorozatának. Próbáltam határt húzni, hogy akinek 200-nál több gyereke született, az kap könyvet. Hát most már csak egy ilyen család van Szent Ivánon, akinek 200-nál több van, és még nincs könyv róluk, de a többiek is kopogtatják az ajtót, hogy de hát ők is itt éltek, és már az elejétől itt éltek, úgyhogy nekik is járna. Én bíztatom a többi Szent Iváni szakértőt, hogy vágjanak bele, és készítsenek ők is hasonlót. És mivel tudom, hogy mennyi az idő, és tudom, hogy a felnőtt emberek ideje szent, tehát én azt nem akarom lopni, úgyhogy én azt mondom, hogy itt a faluban én a mézes madzagot szoktam elhúzni az emberek előtt, amire van, aki rátapad, van, aki megkóstolja és folytatja, ha nem, nem, az nem probléma. Én ennyit szerettem volna csak közölni, elmondani önökkel, és köszönöm szépen a figyelmet.